Nagy szeretettel köszöntöm a Sláger FM visszapillantó című műsorának nézőit, hallgatóit. Köszönjük, hogy itt vagytok, örülünk, hogy itt vagytok. A Sláger FM YouTube csatornájára pedig, hogyha feliratkoztok, és még a csengetyűt is megnyomjátok, rettenetesen boldogok leszünk. Köszönjük szépen. Következő vendégemet nyugodtan apostrofálhatom szerintem úgy, hogy a magyar Kemblok. Ámon Oliver, ciao, Szia! Szia! Köszönöm a meghívást! mennyiben most oké, okay, elmosolyodtál ezen, hogy magyar kemblok, de azért, tehát van analógia. Hát igen, egyre többször kapom meg ezt a jelzőt. Nem tudom, hogy mennyire ismered, nyilván ismered Kemblok munkásságát, de hogy, hogyha visszamegyünk egészen a kezdeti időben, akkor vannak párhuzamok a kettőtök karrierjében? Párhuzamok? Hát úgy érted, hogy hoztam át tőle bármit? Akár úgy, akár, hogy hmm. ő neki honnan indult mondjuk az autó szeretete, hány évesen ült be az autóba. Nem te, ne, te mikor Te -e valami egészen szürreális számot? I igen, Hallottam vagy olvastam? Igen, igen, nagyon szerencsés volt, én négy évesen kezdtem ezt el. Kokártal, aztán egy teljesen átépített Kispolszkival, aminek le volt vágva a teteje, hogy alacsonyabb legyen, pikáposítva volt, szóval egy ilyen teljesen operált autó volt, ezt apám építette nekem, és hát így szépen lépcsőztünk fel, utána voltak ilyen nagyon olcsó, régi szubaruk. De nem impreza, hanem még sokkal előtte ez el a Leon, meg mindenféle ilyen régi típus, aminek a pedájára rá volt hegesztve toldás, hogy elérjem. Szóval így, így szépen építettük föl, és hogy hát apa építette ezeket föl nekem, és haladtunk egyre, egyre nagyobb kategóriás autók felé. Na jó, de hogyha most a gokarthoz visszamegyünk, ez hány éves korra tehető? Négy. Utána négy. Aha. Na most ott azért már előtte egy-két ilyen villanásnak kell lennie, tehát hogy gondolom nem csak az volt, hogy apát hazaérkezett a gokartal, és <laughs> megmutatta, hogy fiam, na ez az, van kedved beleülni, hanem ez nyilván nálad már azért működött, Persze. vagy valami dobogott. Persze, hát természetesen ez indult már a kis műanyag motorral, meg a műanyag autókkal, mindennel, azokkal a Konyában farolgattam, meg, meg, ez volt az órakozás otthon, meg épített mindenféle rámpát, azokon gurultam le, ilyen két évesen kb. Szóval ez az extrém vonal, ez elég hamar indult. Hú, azért ez, igen, hát a kisfiam az két év körül jár, Aha. még nincs két éves, egy nagyon ö, 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 extrémnek hangzik hát a dolog. Hát most kimondva, nekem a lányom másfél éves, és én sem tudom elképzelni ezt ebben a pillanatban, de hát aztán fél év múlva ki tudja, hogy mi lesz. Fatered ilyen vagány volt? Tehát, hogy bevállalta ezt? Aha. <laughs> <laughs> Oké, okay, és a családban ez mit szóltak? <laughs> Nagyon jól fogadta anyukám, szóval ez elég elég könnyen ment. Szóval az egész életem igazából, hát főleg a gyerekkorom, én azt mondom, hogy az, hogy én mondjuk 17 éves koromig nem haltam meg, innentől már biztos nem fogok sokáig, mert az az időszak annyira extrém volt, hogy tényleg így vissza visszagondolva a mai fejemmel látom át, hogy mennyire a dolgokat csináltam, néha. ez... Szóval amit most csinálok, az szerintem a 10%-a. Hát, hogyha most gyorsan bejátszanánk a YouTube csatornádat, és csak hogy végpörgetnénk, és hogy ez csak a, ti, ez csak a habatortán, tehát hogy azért az, így nehéz elképzelni. Oké, hogyha visszamegyünk még a gokartos részhez, akkor a, a versenyzés meg, a, meg, a, meg az őrület megvan. Na most eb ebbe az ívbe hogy illeszkedik bele a levágott tetejük kis polszki? Tehát, hogy azzal hogy versenyeztetek? Vagy ez csak buli? Én volt. nem is versenyeztem gokartal. Sőt, én nagyon sokáig nem versenyeztem, mert nem akartam, és apa nem is erőltette. Szóval ez meg volt kérdezve, hogy esetleg a nővérem egyébként gokárt versenyzett, szóval ez nála el lett indítva ez a vonal, pár évig ment, de én nem akartam versenyezni engem. Ez a verseny irány nem vonzott igazából, úgyhogy nekem ez megmaradt ilyen hobbi szinten, de hát nagyon brutálisan intenzíven csináltuk ezt a napi szinten. Én hazaértem iskolából, és, és ki volt... Szóval uh, volt egy jó kis helyünk, ahol szinte minden délután gokártoztunk, és akkor ott volt múrvás rész, ahol keresztbe mentem, meg minden. Szóval ez, 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 ez zseniális volt, így visszagondolva így tényleg most kezdem el felfogni, hogy ez mekkora a dolog volt akkor. Te is osztálytársait például, tehát hogy ugye megpróbáljak beleilleszteni bármilyen, nem tudom, közegbe, és azért az úgy nehezen emészthető. Igen, ez a része érdekes volt azért, hogy szóval teljesen más dimenzióban voltam. És ott nem volt olyan, hogy hogy te, Olivér, délután átmentek hozzátok egy kicsit? Nem tudták igazából. Komolyan? Ezt, nem, szerintem gimnáziumig nem nagyon tudott senki arról, hogy er, erről a részéről az életemnek. Hanem jártam súliba, ott kb. egy másik ember voltam. De ilyen kis, most nyilván el tudlak képzelni, habitusodból fakadon, hogy habitusodból fakadóan, hogy csendes Aha. vagy nyugodtan, Igen. te sem piszkálsz, senki téged sem piszkálna és utána hazamész, és bá és megy a és... Nagyjából egyébként igen. Ouais, ugye nem is volt ezt annyira nehéz elérni, mert teljesen máshol jártam suliban, mint ahol mm -hmm. laktunk. Egy 20 kilométerre arrébb, Szentendrére jártam egyébként. Úgyhogy ez nem is derült ki véletlenül, meg nem voltak ilyen átjárkálások, stb. Aztán ez így idővel szépen. Akkor már volt egy-két amin motoroztam is elég intenzíven egy időben. Azt hittem, hogy inkább az is lesz az én vonalam, mint az autó, de aztán a saját magam épsége miatt inkább az autós vonal maradt. Ez hány éves voltál, amikor ezt beláttad, hogy a motorral ö, nagyobb problémák lehetnek, mint hogyha négy keréken haladsz? 14, mert akkor volt egy olyan esésem, ahol eltört a lábam, ott kellett műteni, és a többi. Úgyhogy az volt egy ilyen vízválasztó, meg az egy jó jelzés is volt nekem az élettől, hogy e, már kezd sok lenni. Eddig és ne tovább. Aha. Igen. Az és jó volt, az kellett. És akkor maradt a négy kerék, Maradt a motor is, nem az volt, hogy úristen, akkor soha többet motorra nem ja, Aha. csak az úgy szépen visszább lett véve. Mi jártunk sokat, meg, meg hát főleg pályára ö, szupermotoztam is, szóval az kakucsring, meg ilyesmi, de inkább nekem a terep az, az feküdt. Nyilván ahogy elmondtad, hogy mi minden túléltél, és uh, milyen szerencs hogy a 17 életében tehát egyáltalán megélted. Jó, az ebben van egy kicsi költői túlzás, okay, de, 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 hogy de nyilvánvalóan... sokkal extrémabb időszak volt. Hát mint mondjuk az összehasonlítjuk az én 17 éves valómat, mondjuk valószínűleg igen, én még mindig a matchboxnál jártam, tehát amikor te már a nem tudom milyen kiherélt valamivel de, veretted, tehát hogy nyilván így összehasonlítva valóban igaz, hogy csoda, hogy túlélted. De hogy... Uh, ez egy csodálatos ö, gyerekkor, tehát, az. hogy ezért teszi így... Nyilván, akiben egy kicsit mozog valami ö, valami ez iránt, akkor az érzi, hogy fú, de rohadt jó dolog lehet ez. Az, az is volt. És ezt, tehát, hogy mondjuk a kis részét, vagy a gokartos részét, nyilván, ami hogy egy kicsit, hogy mondjam, kézzelfogható, vagy egyszerűbben megteremthető dolog, ezt nyilván szülői vonalra megkaptad, vagy, vagy csináltátok, hogy bár, Na Most ez a kisposzkis tetőlevágásos ötlet, tehát, hogy ez Faterod ötlete volt, hogy vágjuk le, mert akkor Igen. a súlypont lejjebb lesz, és akkor Persze. így. Uh -huh. Tehát ezt kvázi ketten is csináltátok, és ketten is reszelgettétek? Ezt hogy? a kis még nem. Aha. Ez, ez teljesen meglepetés volt. Ez egyszer csak hazajött, hogy na, itt van. <laughs> és azon, az volt az első kéziváltós kuplungos autó. Szóval uh -huh. azon tanultam meg mindent. Úgyhogy fölemelte a hátulját, és odarakott egy tükröt, hogy lássam a hátsó kereket. És akkor, hogy engedjem ki a kuplungot, nézzem meg, hogy mi történik. Szóval ez ilyen nagyon sok lépcsős tanítás volt. Ez nem olyan volt, hogy tessék, itt van, ülj bele menni. Ez már a kis motortól kezdve, a gokárcol, szóval ez minden nagyon tudatosan lett felépítve. De hát az eredményt így sikerült elérni, vagy így sikerül Én... mondjuk elérni. Optimális esetben ez a legjobb útja a dolognak, mert hogyha megnézzük azt, hogy miket művelsz, tulajdonképpen bármivel, amiben beleülsz, azért ott. Azért ott látni, tehát kicsit olyan vagy, mint hogyha így OBD-n keresztül te így, így rácsatlakoznál az autóra, és a, a minden egyes kitűzött pont az, az megvan, és úgy rakott centiről centiretet. tehát hogy ez valami egészen nonsens, amit csinálsz, azért azt hát bevallhatjuk. A szó legnemesebb értelmében. A bolondozás, meg a, meg, meg a szórakozunk, és így töltjük a délután, ez hogyan ment tovább? Hát ez úgy ment tovább, hogy van az egésznek még egy olyan szála, hogy én nagyon szerettem a videózást, és nagyon korán elkezdtem ezzel foglalkozni, még, még szalagra vett a kamera, én onnan vittem ezt át számítógépre, és főleg abban az időszakban, ez ilyen 10 és 14 éves korom között, amikor így crosspályáztunk, meg ilyesmi, akkor ezt videóztuk, és utána én ezeket feldolgoztam, és csináltam belőlük olyan összevágásokat, amit egyébként csak magunknak szóval Ott még nem volt az az alap, hogy na, hazamegyek, az posztolom is, stb. meg Instagram. Ez, ez, nem létezett, hanem megvágtam a videót, csak a saját örömömre, megmutattam a barátoknak, és akkor tetszett mindenkinek. Aztán egyszer csak talán akkoriban egy osztálytársam mondta, hogy hát miért nem töltöm ezeket föl sportmotorra, ez egy akkori online is, magazin volt ismered? ne. És néztem, hogy ilyet lehet, hogy feltölteni. Persze. És akkor feltöltöttem, és elég nagy sikerei voltak ezeknek a videóknak, mert hogy ezek megvoltak azért csinálva rendesen, nem csak egy kiragadott felvétel, hanem össze volt, vágva volt egy, egy kerete az egésznek. És akkor így szépen ment tovább, és igazából mondanám már most, hogy a suzuki van robbant, de előtte még azért csináltunk a mindenféle bontásra váró Mercivel baromságokat és azok is elég nagyokat mentek. Azt már elkezdtem YouTube-ra feltölteni, az volt a, a nagy váltás, hogy akkor YouTube. Akkor, hát ez több mint 15 éve az azért nagyon más világ volt a YouTube, mint ma. És talán az egyik ilyen bálnás videót nagyon fölkapták, és ezzel így elindult ez az egész. Akkor te már érezted, van ez a klasszikus ilyen nyomás a tartalomgyártóknál, hmm. tehát, hogy ez a... Na most a héten már valamit ki kell rakni, vagy ne. délután. Tehát akkor ennek még meg volt az a... Tehű aha, volt. Ez játék volt, ugye ott nem volt semmilyen anyagi összefüggés, mert igazából a nyomás az onnan indul szerintem. Ezt mi játszottunk, felvettük, fölraktuk Youtube-ra, ha másnak is tetszett, örültünk, hogyha más anyázott alatt, akkor azon csak mosolyogtunk, mert igazából onnan indult mindig a, a, kritika, hogy máshogy örülne ennek az autónak, de ugye ezt senki nem látott mögé, hogy ezek bontásra lettek megvéve, ez a következő héten már darabokban volt, és mi azelőtt egy kicsit játszottunk vele, ezt levideóztuk, és kész. Szóval ez volt a háttere. Uh -huh. Tehát, hogy innen, mert ugye tiétek igen. volt van a, igen. a, a Merci Bontó, tehát, igen. hogy így nyilván ott a, a hát... téma az nem az utcán, hanem az udvaron belül hevert már konkrétan igen. és emiatt komolyan ennyi ö, negatív ilyen kritika ért, hogy, 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 hogy ezeket az autókat, ami hát nyilván igen. látszik, hogy megy, meg működik, hogy, hogy ezeket ti Aha. odavágjátok a falhoz, és akkor miért nem? Igen, igen, hát igazából nem, ez főleg külföldi meg ez nagyon nemzetközi volt Aha. a, a legelején szinte csak nemzetközi volt a csatorna, ugye sosem beszéltünk benne, ezek csak autós videók voltak összevágva, és elért mindenhol. Ugye orosz vonal az nagyon erős volt, mai napig, hogyha mercis tartalomban az oroszok nagyon, nagyon intenzívek, a bálna mercis, a többi. Hát nem vettük a szívünkre igazából. Ha már a bálna mercit említetted, ott abban volt valami tudatosság, hogy azzal foglalkozatok például? Tehát azzal a c hogy tudom, hogy ez benyomja jól a gombot, és ez jól fog működni, vagy ott, tehát hogy a, hol ment át, vagy hogy hol, fordult át a dolog abból, hogy ez egy buli, és baromi jól érezzük magunkat, és ökörködünk, és, és miért ne csináljuk, oda, hogy na, akkor egy picit kezdjünk el gondolkodni, hogy pontosan mit is csináljunk. Ezt most tartalomgyártás uh -huh. szempontjából kérdezed? Az teljesen más volt, az sokkal később jött a tartalomgyártásba bármilyen tudatos lépés. Ez, mi nagyon sokáig csak csináltuk, ami tetszett nekünk, és kész. A, a Bálna Merci, hogy azzal elkezdtünk driftelni, abban volt egy kicsi polgárpukkasztás, de kézenfekvő is volt, mert előtte 124-es merci mentünk, az is szintén ilyen bontásból kiszedett kocsi, 324-es motorral, abban az volt a legjobb. Ugye mai napig egy nagyon nagyon jó motor, bár az az előző szériája még, az az M104. <coughs> Azzal jártunk mini meg mindenféle ilyen kis reptéri versenyekre, és hát azért sokat mentünk keresztbe, és sokat mondogatták, hogy miért nem drifte ez, azt se tudtuk, hogy mi az. És akkor nézegettük, jó, hát akkor csináljunk driftre egy autót, de oda több lóerőkkel, jó, akkor legyen B12. Jó, hát van bent egy pála. És, és akkor Legyen az. így csináltuk. A... Aha, igen, ott az egyetlen nagy akadályunk az ugye a kézi váltósítás volt. De aztán azt megugrottuk, és akkor így lett a bálna. De hát akkor még a drift is összehasonlíthatatlan volt a mai helyzethez képest. Bocs, ezt nagyjából időben hova tehetjük? 2010. 2010, uh -huh. ha? tehát 12 éve. Igen. Ö, akkor, hát azért ez most is üt tehát, hogy azért. valljuk val, be, hogy azért ez a videó, meg most ugye pont a, a, a Suzuki-t lakatoltátok vele, az látta a lakatolás, tehát a, kihúzzuk az elejét igen. a Suzuki-nak, rá van akasztva egy, egy rótkötél és a Mercivel tépet, konkrétan a szerencsétlen a Suzuki-t. Tehát, hogy azért ez még mindig egy ilyen dermesztő, amikor ezt meglátod, Tehát 12 évvel ezelőtt meg gondolom azért ez extra volt. Tehát, hogy ezzel egy bevágtátok a baltát, hogy a sztori közepébe. Hát igen, igen, nagy poén volt akkor, de akkor még ugye a, a drift is úgy nézett ki, hogy mindenki valamivel próbálkozott. Most már azért, hogy beszűkültek egy ilyen van egy-két bevált séma, és nagyjából mindenki abban marad, egy-két kitérés van, mert már annyira ki lett hegyezve ez a sporták, de akkoriban használt gumi kukából kiszedve, szóval az teljesen más világ volt. Akkor még úgymond lehetett is érvényesülni a driftben is, bár ott azért nem volt hosszú illető a bán, ott hamar kiderült, hogy nagyon nehéz, ez volt a legnagyobb baj. Viszont a Jim ami ugye akkor ért, érte itt Magyarországon a fénykorát, ott viszont elég ütőképes volt a kocsi, mert kukázott a Ferrari Budapesttől, kikukázott challenge sliggumikkal gumikkal mentünk, ugye 19-es, senki másnak nem kellett, mert túl nagy volt a, a versenyautókra igazából, és mi azokkal mentünk, és ott, ott azért sikeres volt a bálna. Hát pedig ez egy rohadt hosszú dög. Igen. Tehát a igen. gymkanának azért nyilván ott a szűk fordulók meg igen. az okoskodás azért az igen. a... Igen, ott hát hát a... nem lehetett hibázni, mert 10 centiken múlott, ugye, hogy bóját döntesz, vagy beférsz ezekbe a kis visszafordítókba, de azokat megoldottam, és ott időben is elég jók tudtunk lenni a nagy súly ellenére. Ez viszont már akkor a verseny része a, a dolognak, Tehát, hogy oké, csak visszatérve ahhoz, hogy hogy... Te mennyire nem akartál versenyezni, vagy mennyire nem vonzott ja, ja. a verseny. Igen, értem, értem, amit Tehát, mondasz. hogy. mondasz. de itt már azért bejön az, hogy akkor csináljunk valami olyat, amivel e effektív eredményt is elérünk. Igen, igen, hát ott még nagyon kicsi voltam, és egyszerűen egyáltalán nem akartam. Ez már, itt már idős voltam, kb. 12-4, <laughs> úgyhogy itt már, itt már máshogy álltam a dolgokhoz, ez, a, ez az FRT meg ilyesmi szakasz volt, aztán a Bálna, ott talán 10, ja, ott 17 voltam, amikor az elkezdődött. Ott már teljesen más volt a fejemben a versenyzés. Mit szóltak a többiek, versenytársak? Tehát ugye arra, hogy egy ilyen szürreális szituáció, tehát egy 17 éves gyerek egy bánamercivel beáll mellé. <laughs> Őszintén szóval nem tudom, biztos, hogy rengetegen néztek teljesen hülyének, megmondták is, hogy mit a Mária Pocson nem fog elférni a szűk részen, stb. De hát aztán kimozogtuk, és jó volt. És azért csak megoldottátok voltak olyan, oké, okay, most azon felül, hogy nem fog elférni, vagy, vagy, vagy milyen technikai problémák lehetnek, de volt az az oldala is, aki azt mondta, hogy fú, ez a gyerek, ez, ez ebben van valami plusz, és, és már a fiatal kora ellenére mondjuk tanácsot adott, vagy, 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 vagy segítkezett. Hogy nekem segített, így mm -hmm. érted? Hát igen, ugye azért ezzel a bánával nagy figyelmet is keltettünk. És ez azért szempont volt, hogy valahogy ki is kéne tűnni, és nagyjából ennek is köszönhetem azt, hogy nekem ott viszonylag rövid időn belül lett egy szponzor, és ebből alakult meg a Markom Racing, és ennek köszönhetem azt, hogy egyáltalán ezt az egészet én folytattam. Különben ez pár éven belül befelegzett volna. Miért felegzett volna be anyagilag? Aha. Igen. Mennyi? Most arra gondolok, hogy oké, ott van egy Merci bontó, ott van, a, a, ott van az alapanyag, tulajdonképpen csak idő és reszelés kérdése. Hát aztán nyilván ezen felül még ennek ezer költsége van, amit én nem látok, vagy én nem tudok. Hát igen, főleg, hogy pont akkor kezdett el kilőni ez a drift, itt Magyarországon is, és a költségek évről évre olyan szinten nőttek, hogy azt nem lehetett már lekövetni, így hogy hazamész és egy-két bontott alkatrészből akkor el vagy, hanem nagyon hamar jött az, hogy akkor új kéne. meg hát már olyan verseny alkatrészek, amit nem a bontóból szerzel meg. Úgyhogy ott nagyon nagy drágulás lett, és ennyi. Igazából ezt nem tudtam volna folytatni, hogyha nincsen szponzor. Mit jelent egyébként egy ö, szezonra? Ö, ugye nekem van egy-két ilyen gyorsasági motoros meg autós ismerősöm, ö, akik ö, ugye ehhez hasonló az analogia, hogy hogyan lesz ö, milliómos az ember a borászatból, hmm. hát úgy, hogy előtte már milliárdos volt, tehát ugye égeted a lóvét, mint az hmm. állat. Ez nagyjából mit jelent mondjuk egy driftnél, akár mondjuk erre a C600-as mercire egy ö, szezon költsége? Tizen? Aha. Bőven. De most már a C600-ról nem is érdemes beszélni a, a jelen pillanatban, mert az már annyira elavult, hogy köszönő viszonyban sincs egy, egy mai drift autóval. Uh -huh. Szóval a C600 is mondhatnám, hogy kicsit az is ilyen polgárpukkasztó autó, vagy egy egy extrémebb vonal, mert mi nem akartunk beállni és, és építeni egy sablonautót. Uh, amivel ugye azért okoztunk magunknak bőven hátrányt. Szóval ez... Hogy belelógatni egy kettő jézét, és... Aha, hát vagy csak építeni egy egy olyan japán autót, vagy egy BMW-t, amihez minden alkatrész van, már megcsinálták százan és biztos, hogy működik. Szóval ehhez képest azért mi feljelmentünk a falnak, ami, ami versenyzésben azért okozott bőven hátrányt, viszont, ugye itt is nagyon erősen jelen volt, hogy ezzel viszont elindult egy kicsit a tartalomgyártás irány, hogy nagyobb volt az érdeklődés, hogy extrém az autó, és, és gyakorlatilag ezeknek a lépéseknek köszönhetem azt, hogy most jelenleg van egy YouTube csatorna, ami, ami megy. Szóval ezek az extrém dolgok hoztak el engem ide. Ha a versenyzői kvalitásaidat ö, próbáljuk megbontszolgatni, Nehéz a kérdés, vagy nehéz erre válaszolni, de hogy te egyébként hova teszed magadat? Hogyha azt a mezőnyt nézzük, ahol te kilógva egy Bálna Mercivel beálltál, hogy jövök, akkor jövök én is, rácok. Tehát, hogy nem akarok szemét lenni ezzel a kérdéssel, de hogy egy picit, tehát, hogy ezzel akár még a mondjuk a te hiányosságaidat is el lehet fedni. Mert hogy ez annyira extrém és annyira más, és annyira nem illeszthető be abba a mm. sztoriba, mint hogyha valóban lenne végig M3-as BMW-k sorába beállt és 15-nek, és akkor mentek úgy versenyezni. Mert ott, ott az egy összehasonlítható Persze. valami. Tehát te hogyan gondolkozol a saját képességeidről? Te hogyan láttad mondjuk azokat a versenyzőket, akikkel szemben te kiálltál időre a Mercivel? Hát abban az időben, még a Bálnával, ugye tíz éve, akkor sorra nyertünk bajnokságokat itt a Jim szóval az ott egy jó visszacsatolás volt, és igen, azért mondhatjuk, hogy ez az, az autó az hátrányos volt. A driftben szintén voltak nagyobb sikereim, még abban az időben, amikor az az autó használható volt a mai mezőnyben, és utána nekem volt egy egy viszonylag nagy balesetem. Akkor már turbós volt az autó, az Mária Pocson volt, ott, ott már az, ott az első helyért mentem Magyar Bajnokságban, és összet, eltörte egy kormányösszekötő, és driftből egy terhelésváltásnál én egyenesen kimentem a falnak. Egy elég súlyos dolog volt, hogyha nincs ott előttem egyébként egy V12, akkor komoly bajom is lehetett volna. Az, az azért okozott ott némi problémát nekem minden szinten. És onnantól kezdve, ugye az autó is újra lett építve, de már nem volt olyan, mert ott úgy elmentek dolgok, hogy nem tudtuk olyan pontosan visszaállítani, ahogy azt kellett volna. És onnantól kezdve azt mondanám, hogy a következő pár év az, az úgy sokkal nehezebb volt. Nem volt benned olyan gondolat, ugyanerre most visszatérve vagy folytatva ezt a vonalat, hogyha, hogy elmondtad ezeket az eredményeket, amik őmagukért beszélnek, hogy bár nem olyan uh, srácnak ismertelek meg, vagy ismerlek meg most itt a beszélgetés folyamán is, aki uh, ilyen kivagyiságból azért úgy a lábát az asztalra, de hogy nem volt egy olyan érzés, hogy szátok meg, én azért ezzel is megcsinálom. Nem nem, erre nem is tudok hosszabban válaszolni. Nem. De hogy mi, de érzésben azért, azért csak olyan volt, hogy azért csak oda pörköltünk meg, a kupot kiosztottuk. Nem éreztem így magam soha, szóval próbáltam mindig azért a helyemen maradni, és Szegény Oliverben próbálom kis ördöket itt előrántani, de nem megy egész egyszerűen. Én egy velejéig egy rohadt vagyok, komolyan mondom, most már, most már tényleg érzem. Nem próbálkozom. Jó köz, köz, köz. Hát látom, hogy siker nem fogja koronázni azt hiszem ezt, ezt a fajta vonulatot. Oké, okay, megvolt a baleset. Az mit jelent? Azt mondtad, hogy, hogy, azért ez több szempontból is okozott problémát. Nyilván az autó az egy dolog, de mi a, mi a másik része? Tehát lelkileg is azért ez megvisel? Aha. Igen. Igen, igazából pont az, hogy akkor szóval nekem nem nagyon volt félelem érzetem soha. Főleg kiskoromban, mondjuk egy 20 éves korom alatt semmi. Ezért is volt jó az a motoros baleset, hogy egy, egy, egy kicsit az adott azért. De úgy sosem éreztem magam veszélyben. Aztán ez, ez úgy fejbevágott, hogy hát azért itt, itt is tud lenni baj. Mert úgy tűnt odáig, hogy hát ez egy kis sport, nem történik semmi, igazán extrém itt nem történhet baj. És <coughs> a technikában kezdett el a, a bizalmam uh -huh. megszűnni, tudod, amikor nem a saját hibádból történik egy ilyen, és azért úgy akár ott is maradhattál volna, az elég szarérzés, és ezután volt még több olyan alkalom, hogy ugye Mária Pócs falnál kell menni, ugye az autó segít, ráteszed a falra, és több olyan alkalom volt, hogy leesett nekünk egy szíj, ami miatt elment a szervó, és amikor így keresztbe mész, és egyszer csak nincs szervó, akkor onnan te nem hozod vissza a kocsit, nem tudsz semmit csinálni. És ezzel a lendülettel, hogy elmegy a szervó, ugye bekormányozta a falba. És ezek nem voltak egyáltalán durva dolgok, de azért kapott az autó, stb. És így egyre jobban idegenedtem el attól, hogy menjek a határon. Mert a... De bizalmat Aha. vesztettél az autóban? Aha. Igen. És hát nyilván az, az elején, amíg megvan a bizalom, addig azzal ki tudod maxolni a, Igen. a teljesítményt, meg mindent, Igen. és itt gondolom, tehát ez a pont az, hogy elveszel, mert már, mert már nincs meg az a Igen. Igen, az hát a amikor, amikor úgy vagy vele, hogy nem biztos, hogy te uralod az autót, akkor már inkább nem mész a határig. Milyen tempóval csapottál be egyébként, amikor ez a nagy baleset történt? Hát ott száz körülről kezdett el lassulni az autó, de hát az a az nem nem volt túl sok és ott egy, egy elég csúnya akadálynak mentem neki. Szóval egy, egy velem szemben álló vas gerenda kb. Szóval az, az egy hmm. kemény helyzet volt. És akkor ott, amikor belecsapottál ebbe, akkor így, vezessük végig a dolgot. Mi, mi, volt ott a, a, az első pillanatban, amikor gondolom gőz, füst, minden? hát kint a lelátón mindenki összeszorta magát kb., mert nagyon-nagyon gáznak tűnt a helyzet, de aztán én onnan kiszálltam, persze mentők megvizsgáltak, mert meg utána volt bajom. Az volt még itt az érdekes, hogy mi rá egy hétre voltunk hivatalosak a nagyfutamon, ugye itt Budapesten, és nekem azzal az autóval kellett ott bemutatóznom is, és, és már rögtön egy ez Motoszkál, és az volt az első meghívásunk erre a nagy futamra. ott voltunk azért kétszer vagy háromszor, és az nagyon nagy dolog volt, hogy én oda mehetek, és rommá tört előtte öt nappal az autó, és néztünk, hogy én nekem meg nem mozog a nyaka, meg mit tudom én, van bajom. Aztán ott hatalmas csapatmunka volt, és összehozták az autót, és ott is voltunk, és végig szerepeltünk, és végig drifteltem ezt a nagy futamot. Hát ott hirtelen nagy volt a sok, aztán, aztán ez szépen úgy konszolidálódott, így második lettem azon a versenyen, és ennyi. Aztán, aztán már a következő problémán járt a fejünk, hogy hogy hozzuk helyre a kocsit, de én azt a hetet végigfeküdtem otthon. Oké, a, a, értem a dolgot, amit elmondtál, és tök, ö, tök érdekes, és milyen szomorú valahogy. Nyilvánább baleset meg ennek minden körülménye, de az a bizalomvesztés, amit elmondtál, hogy ez milyen szomorú. Aztán ugye szokták mondani, hogy semmi sincs véletlen az életben. Persze, úgyhogy... ezt akartam mondani, hogy most lehet, hogy nekem nem abba az irányba kerett a nem Tovább, mert egyébként pedig sajnos, de nem látom magamat jobb helyzetben, hogyha én maradok a driftben, és nagyon aktívan nyomom, és mondjuk azóta is, ha minden magyar bajnokságot én megnyertem volna, én nem lennék előrébb. Nem is nagyon lehet onnan tovább menni? Hát, nem nagyon. Tehát nem hogy nagyon ez... nemzetközi szintre vagy ott, tehát, hogy ott már nyilván olyan pénzek... Olyan, van, olyan hogy... pénzekről van szó, hogy azt magyar finanszírozásból szól, itthon én, hát ugye van, van is rá példa, hogy a szponzor ezt nem fizeti ki. Szóval vagy te ezt önerőből beletolod, vagy pedig nem csinálsz semmit. Akkor lehet, hogy ez is egy Aha. igen, egy ilyen kis Aha. útra terelés igen, volt. Igen. Hogyha kiveszünk az egyenletből a mercit, akkor más autóval, járművel, bármivel kapcsolatban ott is megvan ez a fajta bizonytalanság, vagy bizalmatlanság a technikával kapcsolatban, Nem. vagy ez az, amikor ez abba az. beülsz, és őtőle, a, 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 mint a kuvasztól, hogy tudod, hogy hamis. Igen. Ez csak azzal kapcsolatos. Tehát beülsz mondjuk most abba az Audi-ba, amit, ö, a, amit megfürdettetek Aha. elég rendesen, és utána, az meddig száradt egyébként? Sokáig. <gül> <gül> Igen, ott a száradáson kívül más is kellett, hogy működjön. <laughs> Igen, az egy C8-as C7 szerintem. de nem vagyok C7. C7. Nekem egy c van, én sem vagyok túl jó Audi-ban. Szóval igen, azt sikerült megfürdetni, hát az egy off-road járművet sikerült abból faragni. De hogy abban például, tehát hogy ott nincsen, nyilván más az, amikor mondjuk azzal, hát most off roadozol vagy valami ott nyilván egy kicsit mások a körülmények, meg mondjuk, hogy mondjam, a baleset is azért némire kisebb. Hát, meg nem mész határon. Na, hát ez az, szóval, hogy közel se vagyok a határhoz sehol igazából. Szóval amiket mi videókban csinálunk, az az 30-40 százalék maximum. Ott semmilyen netes helyzet nincs, vagy vagy olyan helyzet, amire azt mondom utána, hogy hú. De ebben van valami céltudatosság, hogy 30-40 százalékos uh, határon autóztok, vagy olyan tartalmakat csináltok, vagy ebben az irányban uh, tervezitek a folytatást, hogy egy picit azért te is ugye biztonsági zónában maradj. Uh -huh. Igen, szóval most már azért nagyobb rajtam a felelősség, mint hogy egy, egy videó kedvéért én magamat rommá törjem. Ettől függetlenül ö, párod részéről a nem tudom, féltés megvan, vagy ő is pontosan tudja ezeket a pontokat, és már amikor azt látja, hogy mit csinálsz az Audival, akkor tudja, hogy jó, itt azért olyan nagy gond nem lehet. Félt, egyértelmű, szóval mindig, megkérdezi, hogyha megyünk forgatni, hogy ez most veszélyes lesz, vagy most, most mire számíthat. Én mondom, hogy nem, dehogy is. De, de azért hát ő is... Mond, de ő is ült a C600-ban, meg, meg minden versenyautóba beült mellém, és imádta az egészet. Úgyhogy azért nagyjából tisztában van a dolgokkal, hogy itt, itt mire lehet számítani, meg Mária polcson is driftkörökre beült, stb. és, és végig sikítozta, imádja. De, de azért tudja, hogy most már ez, ez, egy teljesen más kategória. Ezt akartam megkérdezni, és jó hogy, jó, hogy mondtad is, hogy egy az, hogy nyilván ült melletted, de hogy, hogy amikor ti megismerkedtetek, és akkor szia, Oliver vagyok. <laughs> Megmutatom, mivel foglalkozom. Tehát, hogy, vagy ő hogy ismert meg? Vagy, vagy, hát nagyon régen. Szóval ezt én, én mellette nőttem fel. Igazából együtt nőttünk fel. Gyakorlatilag. Tehát akkor ő látta, tudta. 14 éve vagyunk együtt, vagy rengeteg. Való. És Rengeteg. <laughs> Na, nem fúzású. És, és hát legelőször ő AMT-esen ült be mellém, még egy 124-es mercibe, és remegett. akkor így ült, mondta utólag, hogy ő minden remegett. remeget. Aztán a kör után pedig már imádta, és ki is akart szállni, szalott ott így ezzel elvettem a szüzességét. Óriási. És a. Ugye már megpendítettük az elején a uh -huh. gyermeked vonalát. Kislány, kisfiú? Kislány. Kislány. Uh -huh. Hát ez is egy szép történet. Igen. Őt mennyire, ö, hát nem is azt mondom, hogy tervezed megfertőzni, de hogy, ö, hogy nyilván nehezebben tudjuk elképzelni azt, hogy ő most beül, és akkor szedd alá, és megyünk a uh -huh. fal mellett 20 centivel. Ö, hogy vezetsz egyébként? Mármint után? Közúton. Aha. Teljesen normálisan. a mindenki meg van lepődve, de de hogy nincs rá szüksége, nem ott, nem ott élem ki magam, mert nincs rá szükség, mert olyan mennyiséget vezetek extrém körülmények között, hogy én utcán beülök, zenét hallgatok, vagy, vagy valamit, vagy végig telefonálok, persze csak kiangosítom, és, és, utazok. Szóval nincsenek szándékaim, nem is, nem is volt már nagyon régóta erős utcai autóm. Van egyfajta kettősség azért a te <tosz> életedben, Igen. és ez a, és ez a lehető legideálisabb neked is, a családi életednek is, meg nekünk is, nézőknek, tartalomfogyasztóknak. Hát egyrészt az, hogy mondjuk nem csapsz el itt keresztbe az alkotáson, Igen. mondjuk, amikor én át akarok gyalogolni, és megérkezem lappal. Tehát, hogy egyrésztről ez is nyilván egy szerencsés helyzet, másrésztről pedig, hogy oda viszont baromira oda koncentrálod az energiáidat, és a, és a, minden, hát most a szó jó értelmében eszetlenséget, és azt, és, azt, megmutatod. És azzal te, köszönöm, pipa, meg vagyunk, és nem, nem az, hogy na, még itt rúgjuk már el neki, még itt az a kanyarba. Tehát, hogy ez valahol egy szép ilyen optimum. Hát igen, ezt igyekszem keretek közé szorítani, meg, a, meg, azért azáltal, hogy már van egy követő táborom, azért példát is kell mutatnom azzal, hogy, hogy nem vagyok utcán hülye. Az más, hogyha egy Suzuki kereskedésben <laughs> átveszel egy Igen. új autót. Igen. Hát az. Most nem emlékszem pontosan a számra. 50, nem tudom hány milliós megtekintése van annak a videónak. Olyan 55 körül jár most, de nem állt meg. Szóval ezt ilyen havi három kötőjel 500 ember nézi mai napig. Ez. Ez mitől mentek korát? Ugye a, gyorsan, a, csak hogy mm -hmm. a sztori, ha valaki nem látta, ha valaki nem tartozza bele abban az 55 millióban, amit nehezen tudok elképzelni, ugye a, nyilván ugye, egy Suzuki partnerrel volt valami megállapodásatok, és akkor a, a, te játszottad, hogy bemész a, a Suzuki szalomba, és akkor elhozol egy, az egy Swift sport volt, ugye? Nem, az a sima. sima, sima Swiftet is, hát ki, ki a az ablakon, még ott keresztbe, a, az udvaron és stb., és hát Paromi látványos nyilván, és szenzációs a videó. Na de mitől ment ez ekkorát? Mit nyomott ez meg? Én nem, nem tudom. Szóval van, mondanám, hogy nincs is több ilyen videónk, de van, mert van még egy, ami ilyen 50 millió körül jár. Jó volt az időzítés, bár egyébként érdekes a videósztória, mert amikor feltettük YouTube-ra, akkoriban a YouTube egyébként 17 ezer feliratkozón volt. Ez négy éve volt, most 440 ezer, szóval mi akkor indultunk el igazából, és inkább mi Facebookra gyártottunk tartalmat, meg a videókat is, mert akkoriban annak jobb volt az algoritmus, ott tudott nagyon nagyokat futni, ott sok millió embert elértünk egy, -egy ilyen extrém videóval, és ezt is mi oda gyártottuk, de feltettük Youtube-ra is, és megnézték kb. 20 ezeren, és utána fél év, egy évre rá, ne, inkább fél évre rá egyszer csak felkapták, és akkor ilyen napi egymillióan meg... Uff. Olyan szinten nézték a videót, hogy nem hittük el. Csak, ab, csak abból az egy videóból lett vagy 120 ezer új feliratkozó. Egy, egy videó, ugye, ha nézed a YouTube statisztikát, ott látod, hogy a videó alapján mennyi lett. Szóval az valami elképesztő nagyot ment, nemzetközi szinten, minden országban szinte lehoztak róla cikket, szóval még az amerikai Top is, meg mindenki. A, az indiaiak ugye nagyon-nagyon szerették, ott is ott van ennek egy alacsony minőségű változata, ez a Maruti Swift uh -huh. talán, és azt mindenki írta, hogy hát ha ezt azzal csináltam volna, akkor ki se tört volna az üveg, hanem ott törik a kocsik, <laughs> hogy annyira mondták, hogy az annyira szar minőségű <gül> ott, <gül> hogy, hogy <laughs> felkenősz az üvegre konkrétan. Úgyhogy igen. <laughs> igen. hát nagyot ment, de aztán még a, ezzel az új swift ezután azért jó, jókat mentek a későbbi videók is. Igen, az egy, ugye, nagyon ki facsarva az az egész igen. történet, vagy ki csavarva az, az egész történet, és most arra gondoltam csak gyorsan, hogy a, nem tudom, ez melyik Suzuki márka kereskedő volt, de hogyha, tehát aki ebbe a bizniszbe belenyúlt, számított, nem tudom, pár ezer megtekintésre, hát szóval az, az, az biztos megveregetik ott a marketingesnek a vállát, hogy Sanyikám azért ez ügyes volt. Nyilván itt a te csatornádon az a a, működik, amúgy, és az az erős, tehát hogy nyilván most igen, mindenki ott sorba áll, igen, de, de amúgy hogy... ez nem sült el jól. Ja, hogy nem. Nem, oh, oh. nem. Mert ez ez organikusan elért a, a japán fő-fő-fő Suzukihoz. És neki ez nem tetszett. Úgyhogy nem lett második évad. Nem mondod. <laughs> Igen. Hát Igen. ez mekkora egy marhaság. túl nagyot Istenem. Nincs. Túl nagyot ment a videó, az egy nagyon, nagyon érdekes sztori, abból is sokat tanultunk. Brutálisan nehezen jött össze, eleve, szóval ez egy nagyon nagy dolog volt nekünk akkoriban a semmiből, egyszer csak a Suzuki zrt egy ilyen reklámkampányra leszerződni, és nem számítottunk mi se ekkora robbanásra, de szó szerint túl nagyot ment a videó. És a, a központból, Japánból nem nézték ezt jó szemmel? Tehát e ilyen ö, fényt kapott? Mm -hmm. És mondták, hogy hát akkor a jövőben ezzel a sráccal. Hát olyan most kedvesi? már további részletekben nem, Jó, bele, okay. de nem lett de nem lett több videó. Jó, világos. Értjük a dolgot, oké. Okay. Viszont, hogyha még maradunk egy picit a suzuki és most nem a mm -hmm. ö, ö, jogi oldalát, támadjuk meg a dolognak. Ugye ott abban az volt a poén, hogy egy új autót te kihoztál, és utána, e, hát még ugye eladásra is kínáltad az, az autót, és hát e, tulajdonképpen az árkombokron az nem elég leíró arra, hogy te mi mindent műveltél azzal az autóval, és hát bírta a nyüstölést. Igen, ez volt az egésznek a lényege, szóval mi ezzel a kampányal álltunk elő, hogy ugye ott volt a régi Swift, amivel már akkor rengeteg videót csináltunk, mindenki imádta, nagyon-nagyon nagy nézettségeket elértünk vele, és hogy akkor mutassuk meg, hogy az új Swift is erre képes, szóval hogy nem az, hogy mint amit mindenki mond mai napig, hogy abban még volt, hogy az még jó, de az új autó már mint szar. Ugye 20 éve azt mondták, vagy 10 éve azt mondták az akkori új autókra, hogy ez semmi, ez nem fog elmenni 200 se, és most itt vannak egy millió kilométerrel is mennek, és akkor ezt a koncepciót követtük, hogy hát mutassuk meg, hogy az új is kibírja. És a suzuki is ez kellett, mert akkor ők bevezették a turbomotort a szívó után, amit, aminek senki sem örült, mert hogy túl problémás, stb. Úgyhogy ezt pont egy háromhengeres turbos motorral csináltuk ezt a sorozatot, és hát ezt akartuk demózni, hogy ez is bírja. És hát sikerült is demózni. Igen, és tényleg bírta. És utána el is adtuk egyébként itt Budapesten. Valaki a feleségének vette meg napja ilyen kis bevásárlókocsinak itt a városba gyakorlatilag, és mondta, hogy ő még örül is, hogy már össze van karcol, vagy mit tudom én, mert legalább majd nem vesz észre, hogy ennek nyitják az ajtót. Volt ez a holland reklám, talán láttad. Azt hiszem, hogy holland volt egy hármas golfot. A Volkswagennek volt a reklámja, hogy egy hármas golfot mm. a nénitől vásárolják Igen. meg, és akkor ott nyomkodják a lengésre, lengés, hogy hát ez a mama, hát az hova Igen. csak a boltban járt vele, és akkor be vannak Igen. ilyen vágóképek, hogy ugrat meg keresztben, meg stb. Hát hasonló a dolog, akkor nyilván nálatok is ez az Igen, vilat. csak itt nem volt átverés hanem mi használt autóra is a, for a videókból kivágott képekkel raktuk föl. Szóval minden teljesen nyilvános volt erről. Hogy a használt autó megkeresett, amikor fölraktam azt a hirdetést, hogy túl nagy elérése van a, a hirdetésnek, és hogy itt nincsen olyan baj, vagy nem értik, hogy mi van. Vagy valami olyan megtekintési száma volt a hirdetésnek azonnal, hogy felhívtak, hogy ez mit, mit mi van. És mond, semmi. Megint a túl nagy elérés, <laughs> megint túl nagyot lőhettek ja. vele. Erre egyébként, tehát azon felül, hogy nyilván sikerült eladni, de hogy milyen jelentkezők voltak. Tehát voltak jelentkezők, aki voltak. csak azért, hogy már megnézzük az autót, és akkor de jó, és raboljuk egymás idejét. Volt, aki eleve ismerte az egész sorozatot, és úgy jött el megnézni, aztán aki megvette végül, neki fogalmasa sem volt semmiről feljött, hogy ez, mi? ez miért ilyen olcsó. két és fél adtuk el. Akkoriban, nem tudom, szerintem dupla annyi volt az a kocsi újonnan, és ebbe volt 15 ezer kilométer, egy éves se volt. Szóval jó áron volt a kocsi, és fölli volt, hogy ez mi. Elmondtam, hogy ez videósorozathoz kép. Vettük, befejeztük, eladó. Ennyi. Ott vannak a videók, az történt vele, semmi más. Megnézte fölli ott, hogy jön érte. Aztán ennyi. Óriási. Azonnal. Uh, Oké, okay. uh, ez az autó eladás, az autó vásárlás. Uh, tudom, menjünk tovább. Uh, hogy került az Audi a célkeresztbe? mi volt itt az alapkoncepció, oké, okay, nyilván az, hogy offroadot csinálunk belőle, illetve egy offroad, hát valamilyen járművet csinálunk belőle. Hogy indult az egész koncepció? Hát a koncepciónal indult, hogy felhívott egy barátom, hogy neki van ez az autója, már sok éve megvan neki, és rengeteg problémája volt vele, utálja az egészet, szóval már százszor megbánta, de ő már régen kiment külföldre, és ott dolgozik, és ez családi házukban régiben állt ami el lett adva, és akkor felhívott, hogy ennek onnan nagyjából még ma el kéne tűnnie, tudok-e segíteni, és hogy annak körül a legjobban, hogyha nagyjából bezúznánk, mint a Suzuki-kat, és hát mondtam, hogy jó, elhozom, aztán majd valami lesz, és utána állt szerintem vagy egy bőfél évet nálam, és úgy rá sem néztünk, nem is gondolkodtam benne, mert az volt bennem, hogyha ezzel elkezdünk forgatni, mindenki hülyét fog kapni, hogy már megint mekkora idióták vagyunk, és hogy lehet egy ilyen autót tönkretenni, stb. Aztán gondoltam, hogy jó, van, csináljuk végül. Miért, ne? Elmondom, Jól megállítottam. Jó. Igen. Nem, mert nem akartam, és ezt tartsom vissza, mert egy tévhit lenne az egész, hogy hú, ez még milyen jó autó, és milyen jó lett volna még egy családnak. Nem, nem lett volna jó. Már én is ráköltöttem bőven annyit, mint amennyire ezt az autót egyébként meg tudnád venni. Nem, nem jó. De egyébként pedig jó példa arra, hogy azért ez is durva, hogy mennyit kibír. Hát azt az egyik videóban, illetve több videóban is elmondod, ugye nyilván ott az összkerékhajtási rendszer a, a Quattro részeért dicséred elsősorban, hogy, hogy, hogy eszeveszed, hogy mit csinál, és mondtad, hogyha itt az erdő közepén lerohadna, és kész, és sehová se, se, se tovább, akkor is azt mondod, hogy ez egy kurva jó igen, autó. Ez így is van. Hát azért ezt nyüstölitek elég becsülettel. Hát igen, és ez is ugyanaz az a verzió, hogy ki tudja, mennyi kilométer van benne, vissza van tekerve, de most mutat 200 valamennyit, és ez is az a tipikus német prémium, amire azt mondták Andró, hogy hát ez semmit nem fog bírni és itt van ilyen előélettel, utána mi még, amit adtunk neki, azt szerintem felér legalább annyival, mint amit előtte átélt, meg hát víz is került a motorba, stb., és azért hibátlan. Hát figyelj, amikor ott elmerültetek a, a, a vízben, akkor így néztem, és csak úgy gondolkodtam úgy végig a komfort modulokon, hogy <laughs> jó, hogy teszik kicsorba csorba fel a kezüket, hogy Igen. na jó, most már ne szórakozz velük. Igen. Hát azért ott úgy rendesen, úgy, úgy meddig, úgy szévédő peremig árakták az autót, hogy még kicsit lejjebb. Hát nagyon elmerült a végén, az egész hátsó sor víz alatt volt, és <laughs> már, a, már a váltókarig följött a víz a végén ah, az utastérben. És akkor itt a feltámasztási folyamat az hogyan indult? Jó, azt tudom, hogy ott kicibáltátok valahogy nagy nehezen, és legjobb, <laughs> amikor a dugót kihúzátok hátul, és de, hát, ha valaki nem látta a videót, tehát most már biztos, hogy meg fogja nézni, de hogy a, a csomagtér tálcánál hátul valahol kihúzzátok a, a gumidugót, és ilyen sugárba folyik Igen. ki belőle a víz, de úgy, mint hogyha nem tudom, egy kétszolos csövön konkrétan Nagyon a nyomásra jön. De utána még két napra rátaláltunk egy másik dugót valahol a, a kocsi alján kihúztuk, és ugyanilyen intenzitással jött Víz, és ott már éreztük, hogy ebből még akárba is lehet. Hát aztán azért rendesen át kellett rágni az autót, szóval annyira bonyolult már ezeknek az elektronikai rendszere, hogy minden mindennel beszél, hát ki kell azt, azt, igen, próbálna, minden zárlatos lett benne, minden színnéget, adatmentésre sem volt már alkalmas, és itt azért vannak olyan biztonsági modulok, amit nem olyan egyszerű, szóval online rendszerrel kell kapcsolatban lenni, hogy azokat újraélezd. Szóval ez már Hát ebben a tekintetben nem a legideálisabb autó mondjuk az off -roadra. Hát a vízre nem. Vízre nem. A vízre, okay. hát oda csak egy teljesen analóg autó, vagy régi gémerci, egy szívó dízellel, vagy tök mindegy, de egy adagolós dízellel, hát annak mindegy, csak levegőt kapjon. És hát az Audi még bírja mindig a nyüstölést, illetve igen. mellette szánysegéntként a Justy is, aki tulajdonképpen ez a megy utána, amerre igen. mentek az Audival. Igen. Uh, ugye akkor jött a lakókocsis uh, rémálom, amin uh, én megmondom őszintén nagyon rég röhögtem ennyire uh, autós videón, vagy a te videóid között is, mert, uh, mert szenzációs, baromi jól van fotózva, tök jól meg van csinálva, Köszönöm. egy nívós uh, szenzációs tartalom. Ott, amikor a lakókocsiba beraktátok a ha valaki nem látta volna a videót, hát van mit bepotolni. A, ugye egy lakókocsit húznak végig az olivérék, az erdőn keresztül kasul mindenhol, a siratófaltól kezdve mindenhol. Egy ezer éves valami endékás lakókocsit, vagy nem Jön. tudom, hogy javíts ki, hogyha rosszat mondok, és még bent is van kamera a lakókocsiban, és azt látod a belső kamerán, hogy konkrétan az egész bódé, a felépítmény, minden, az táncol, mint most tudnék hasonlatokat mondani, de valami, tehát olyan lélekvesztő, és veredsz, mind mint az állat. Na most azt, hát nyilván az összedőlt, és beakadtatok valahová, nem, és akkor leszakadt tulajdonképpen a felépítmény. Aha, hát már el, 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 előtte is elkezdett külön életet élni a felépítmény, aztán ott az egyik siratófal az adta meg a végső, végső csapás, meg ott utána még egy tuskó, azt hiszem beakadt a jobb sarka, és az szépen lehúzta róla gyakorlatilag az egészet. Azért, amikor megnéztem ezt a videót, és tizenvalahány perc, egy kellemes délutáni kávé mellé megnézem, majd visszaülök a munkába, és folytatom tovább a stemplizést, vagy a nem tudom mit. Amikor jön az a része a videónak, hogy az összecsuklott lakókocsit szedik, szeditek össze, és az erdőben a levelek közül a hungarocszer darabokat, meg minden szírszart, amit nyilván szemetet mm. ott sikerült gyártani, és ö, racsnizzátok össze a cuccot, hogy valahogy kikerüljetek, és már öreges este van, mire ott vagytok a busz ja. mellett. Tehát, hogy hogy ez a buli része, ami gyerekkorodban volt hogy, hogy suli után zsatar, és megyünk, és milyen jól érezzük magunkat, ezt még mindig érzed, vagy itt azért már rányomja annyira a bélyegét a meló uh -huh. része, mert ez kurva nagy meló. Aha, az. Igen. Ez egy érdekes kérdés egyébként, amit felvetettél, mert gyakorlatilag azzal, hogy ugye felnőttem, és ezelőtt a hobbin volt, nekem erre nem lenne időm. Semmi. Szóval abszolút semmi munka mellett én ezt nem tudnám csinálni. Tehát nekem az egyetlen opció arra, hogy ezt csináljam, az volt, hogy ezt teszem munkává. És ugye onnantól kezdve, hogy a hobbid már a munkád is, az, az elkezd egy kicsit kettős lenni. Úgyhogy itt azért nehéz néha megtalálni, vagy visszatalálni a, az öröm részére, amikor már csak darálunk, de most ez egy, ez egy új felállás igazából, amiben most úgy kezdünk már beleerősödni, és, és ez így egyre jobban megy. Úgyhogy ez, ez, fog menni, de hát vannak nehéz szakaszai. Meg egy ilyen nap például háromkor kelünk, és legjobb esetben éjfélre érünk haza. Szóval ezek az ilyen hosszú napok, és, és, van benne minden. Szóval most a tartalomgyártás az egy része, de itt most, amit csak te mondtál, a szemétszedés, meg trélerezni, ugye levezetni a több száz kilométert a karavánnal, stb. De ezt nem panaszként mondom, mert imádjuk az egészet, és én is imádom, csak persze, hát van egy, van egy, olyan része, ami szívás. Meddig lehet ezt bírni? Vagy mindig van ebben új ötlet? Mindig van valami új motiváció? Mert ha megnézzük azt a fajta szórakozottságát a dolognak, amit mint néző látunk, hogy mindig van valami bolondéria, valami újdonság, akár csak ezt a lakókocsis ötletet is vesszük. Némi azonosságot felfedezhetünk mondjuk akár a géres es uh, hogy még mit találnak ki, és mi lesz uh -huh. a következő challenge, meg uh -huh. bármi. Nyilván ezt egyedül csinálod, tehát hogy ez a fajta uh, formátum így nem működhet ebben a uh, módban, de hogy azért ott egy baromi majd csapat dolgozik e mögött, akik kitalálják, akik összeszervezik, akik stb. Tehát, hogy M mögé, vagy emellé, tehát gründolsz egy olyan csapatot, aki ezt Igen. tudja, és te pedig ott vagy a cső végén, aki kivitelezed. Igen. Igazából ez, ezen dolgozunk, vagy dolgozok most már egy ideje. Ez az elején, amikor csináltunk ötletszerűen videót, akkor ennek meg volt a szabadsága utána ez az elmúlt pár évben kezdett el már munka irányba menni, de még mostanában is egy két éve gondolkodtam azon, hogy egyáltalán folytassuk ezt, vagy én folytassam ezt az irányt, vagy menjek teljesen másfele, mert egyébként én nagyon sokáig csak pumpáltam ebbe a pénzt máshonnan. Szóval csináltam mást, és a YouTube azt csak vitte. Mindenki azt hiszi, hogy egyébként ezekből a nagy nézettségű videókból is rommá keressük magunkat, de nem, egyáltalán nem. Olyan mennyiségű pénzt költünk el egy-egy videóra, hogy azt nagyon nehéz előteremteni rá. Úgyhogy most alakítunk ki egy ilyen rendszert, most már egyre többen vagyunk, alakul egy olyan csapat, amivel ez működőképes, de mindenféleképpen azért más irányba is el fogunk menni, már a tartalomgyártás szempontjából, mert csak ez az állatkodás, ez, ez nem tartható így konstans. Szóval itt, itt inkább azt gondolom, hogy ilyen kampányok tudnak lenni, vagy hullámok, aztán kell mellé valami más. Érdekesen hangzik, és hogyha ugye ezek a videók zömében ugye azért is, aztán nyilván javíts ki, hogyha nem úgy van, én azt látom, ugye a viszonylag kevés beszéddel működnek, tehát, hogy itt a kép, ez az eye candy, ami, ami uh -huh. működik, és hát ez nemzetközi, tehát, hogy az, hogy a, hogyan térülsz, fordulsz, és hogyan futsz neki hatodszorra is a siratófalnak, hogy most már menjen föl, az a bánatos Audi, ezt megnézik Oroszországból is, Litvániából is, és Új-Zélandról is, mert hogy független az, hogy most ezt egy magyar gyerek csinálja, vagy egy ő hazájuk Nagyon? fia. A, hogyan tudsz más csinálni, hogyha, hogy, hogy, nemzetközi maradjon? Tehát, hogy ez az elérés meg legyen. Ezen dolgozunk pont. Köszönöm, felraktam a kérdést, mivel beszúrtam, Igen, nagyon jót. Ezen dolgozunk. Hát van egy pár megoldás a fejében, most ezeket itt nem kezdem el taglalni. Ugye azért tudtak ekkorákat menni, ilyen 50 milliós, a többi, meg van sok 10 milliós videónk is, mert nincs benne semmi beszéd. Ezekben a most egy fél éve már azért teljesen más más videókat gyártunk. Ezek a 10 perces átlag videók, amiben azért már van bőven beszéd, főleg az előzőekhez képest, és ezeket, szóval hiába feliratozzuk, annyira nem fogod meg vele a külföldieket, mert, mert el vannak lustulva, meg hozzá vannak szokva. Annyi angol nyelvű érdekes tartalom van, hogy most ő minek olvasson, főleg egy, egy olyan ember, aki ért is angolul, és most már szinte mindenki azért megérti a, legalább ezt a YouTube nyelvet. Úgyhogy itt valami más irányt kell kitalálnunk. Ezen dolgozunk, csak nem akarunk teljesen angolra váltani, mert akkor ugye magyaroktól elfordulnánk, úgyhogy ez semmiképpen sem opció. Hogy tudod, hogyha most ezt átugorjuk, hogy átíveljük ezt a dolgot, meglátjuk, hogy hogyan meg, hát. milyen irányban ö, mentek tovább, kíváncsian várjuk. Hogyha tovább tekerjük egészen az órát, 2022-t írunk, 2032-re mondjuk, és, és, itt ülünk, és azon beszélget is emlékszel, amikor az Audi elmerült a vízben, és hogy hát igen, akkor a Na és akkor most mi van veled, kedves Oliver, 2032-ben? Elképzelésem sincs. De tényleg, elképzel, hogyha én visszatekintek tíz évvel ezelőttre, Teljesen máshol vagyok most, úgyhogy én nem is, nem is tervezek soha fél évnél, maximum egy évnél tovább, mert nincs értelme, úgy látom. Annyit alakul a világ, ugye most csak akár felhozhatjuk a 2020-at, annyit változtatott, nekem mindent újra kellett gondolnom. Szóval nekem az az egy kemény időszak volt, ki tudja, hogy milyen még. Oké, nyilván ez az, nyilván nem várom el tőled, hát, hogy most legyél egy jós és mondd meg, hogy mi befektessünk az e, az és irány. akkor úgy e, akkor inkább azt mondom, hogy mi az, amit mondjuk mi az, amivel te elégedett lennél, és te boldog lennél, és hogyha most ezeket mondjuk elmondod ezt az X dolgot, hogy ezek legyenek meg a te életedben, és mm. ez és ezt mondjuk még szeretnéd megvalósítani mondjuk még így a fiatalkorodban, ezt most aláírnád hogy oké, okay, akkor ezzel meg vagyunk. Hát egy tíz éves táblad van nekem Igazából annyi célom lenne, hogy legyen ez az egész önműködő annyira, hogy nekem ne kelljen túl sokat dolgozni, szóval inkább kicsit háttérbe vonulva a családdal sokkal több idő, stb. Viszont szeretném megtartani azt a, azon a szinten, amit én ebből nagyon élvezek. Szóval ez lenne a fő cél, hogy nem teljesen más, vagy, vagy abba hagyni, stb hanem arra a szintre emelni, és ugye ez mind felépítés kérdése, meg struktúráltság, hogy mennyire tud önműködő lenni ez, mint cég, és hogyha ezt jól menedzeli az ember, akkor ez simán kivitelezhető. Hát ahogy a higgadságodat és az a, és a életlátásodat látom, nem hiszem, hogy itt különösebb gondok lennének ezzel, hogy ez, ez összejöjjön. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy megismertelek, és nem, nem csalódtam benne, akkor inkább <laughs> azt mondom. Köszönöm. És kívánom, szépen. hogy valósuljon meg minden, amit elmondtak. Nagyon szépen köszönöm. Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Sager FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.